Több éven keresztül vágytam, vágytam a szakmai elismerésre. Nagyon. Mert úgy érezted, hogy nem ismer el a szakma? Aha, valahogy azt éreztem, hogy hiába körbejárom az egész országot, hiába csinálom lemezeket, hiába jönnek új dalok, forgatok lippeket. A szakmától nem éreztem azt, hogy hogy ez valami extra lenne. Jársz ének tanárhoz? Nem. De miért? Nem? Soha. Mert én úgy akartam használni a hangomat, ahogy a, ahogyan a szívem diktált. Milyenben vagy most zámbolyékkal. Én nem szeretném az Jimmy helyére kerülni. Egyáltalán nem a Jimmy volt, van és lesz mindig. Én nem, én nem szeretném az lenni. Péntes rámeként próbálok élni. Ez az, ami nem tudják ők megérteni, a zámbolyék, Igazából egyik se. Amikor megjelenik valamilyen report velem, én biztos vagyok abban, hogy vagy aznap, vagy másnap valaki felhív az Ámbó családból, vagy, vagy kijön egy videó, vagy kijön egy kép, kijön egy poszt, és már igazából várom azt, hogy, hogy megint megy a támadás. Ez a szóló a palikék világában ezúttal velem, a vendégem pedig Péter Sramek, énekes, sztár. Szia Péter, <laughs> hogy vagy? Szia Tomika, Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, remekül. Hát ne viccelj, már egyébként voltál már egy évvel ezelőtt talán a csatornánkon a Palik Lacival sétálgattál a Margit igen, ez kevésbé fárasztó lesz, mert nem annyira szeretem sétálni, szóval igen. Viszont azóta annyi minden történt veled, hogy azért gondoltam, hogy gyere el most hozzám és kicsit beszélgessünk. Nem pont azokról, amiről Lacival beszélgettél, nyilván, hanem azóta történt csomó mindenről. De összefoglaltam pár dolgot, hogy ezekről ne is kelljen már olyan nagyon sokat beszélni, de képbe tegyünk mindenkit, hogy ki is ez a Péter Sramek. Jó, oké. Péter Sramek 93-ban a szlovákiai Vágsején született. 14 éves korában már a szlovák televízió zenei tehetségkutatójának döntőse volt, tanulmányait a Pozsonyi Zenei Konzervatóriumban végezte. Magyarországon a Rising Star című tehetségkutatóban tűnt fel először, ahol harmadik lett, azóta pedig állandó szereplője a magyar tévéműsoroknak. 2022-ben például megnyerte az MTVA Csináljuk a Fesztivált című sorának hetedik évadát. Szintén 2022-ben az RTL Pluszon a Király című filmsorozatban Zámbó Jimmy karakterének kölcsönözte az ének hangját. A sorozatban elhangzó dalokból készült dupla albumért idén fonogram díjat kapott, ez lett az év hazai kortárs szórakoztató zenei albuma. Ennyi. Gratulálok, gratulálok Köszönöm egyébként szépen. a díjhoz, meg ez az elmúlt egy-másfél évhez, amiben azért azt hiszem, hogy egy szintet lépett a te karriered, nem? Abszolút. Amikor, amikor elkezdtünk az egészen dolgozni, azt mondták is, hogy ez új lépés, új élet, új kezdet. És az történt is. Na, de hogy történt az, hogy téged megtaláltak? Erre hát, a feladatra, tehát most a Király című Zámbó Jimmy szóló sorozatról beszélgetünk, ahol te Jimmy ének hangját adtad. Igen, hát az egész Magyarország tudja azt, hogy én a Zámbó Jimmy dalával érkeztem Magyarországra, és, és igen, is szoktam énekelni a fellépéseken, koncerteken a Jimmy dalokat. És ö, több név is ö, volt benne a játékban, de Jós Pisti felhívott ö, a Tabár aki ö, a menedzsmentben. Jós Pisti zenei ö, producer, meg kiadó, igazgató, ugye? I, Tehát, igen, igen a magneótoné, igen, igen. 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 És ö, keresték azt az énekest, akinek, akinek hasonló ö, hangszíne, olyan, olyan hangszíne, ami az ámbolt volt, és ö, eszébe jutod azt, hogy, hogy, hogy vagyok, és akkor felhívott a Tabár aki a Concert Booking. Koncertszervező, igen, koncertszervező. Igen. Akkoriban még a menedzsmentem is volt. És ö, felhívott a Tabár hogy, hogy ö, énekelj fel egy dalt. És ö, ezt szerintem pár, én meg is mondom neked, múlnak a gyermekévek. Hát ez nem is Jimmy dal? Nem. Az volt a lényeg az egészben, hogy énekeljem fel ezt a dalt Jimmy-sen. Oh, ez nem tudtam, nem le. mondta semmit, hogy miről van szó, mit kell, hogyan kell, énekelj fel. Akkor elénekeltem a stúdióban, átküldtünk, és másnap hívott a Jós Pisti, hogy, hogy itt nincs miről beszélni, hogy, hogy engem választották a Jimmy hangjáról. Mondom, érdekes, tessék, hogy hogy nem ének, is tudtam, nem... hogy erre, erre gasztingoltam. Ja, ezt nem is tudtam Nem. Hanem csak ennyit tudtam, hogy a feladat az, hogy a múlnak a gyermekévek című egyébként Ihász Gábor slágert Zámbó Jimmy hangszínén. énekeljen fel, énekel... és akkor... Bizony. Érdeké, érdekes volt, hát ami mondták, hogy vállalok, vállalok -e, mondom, hát természetesen nem, egy másodpercet csak gondoltam. Hát hiszen neked Zambó Jimmy mindenféle értelemben a király volt egész életedben, nem? Nekem az anyukám hallgatta otthon. Uh, én nyilván gyerek voltam, amikor a Jimmy meghalt, talán 8-7-8 éves voltam. És uh, Tetszett a hangszíne, a hangja, de nem foglalkoztam nagyon azzal. Ja, inkább az, az anyukám szólt. hallgatta. Aha. Igen. És mikor lettél rajongó? Mert azért rajongó de lettél. 13-14 éves voltam, amikor jobban elkezdtem hallgatni az Ambojimit. Nagyon megtetszett, és, és igazából azóta tart ez a szereted és rajongózást. De hát 13-14 éves korodban, ahogy említettem, te már a szlovák televízióban egy műsorban szerepeltél, ahol döntős voltál, tehát addigra te már eldöntötted, hogy az énekléssel szeretnél foglalkozni? 8 éves voltam, amikor nagyjából tudtam, hogy én egyszer énekes szeretnék lenni, de ez a Tehetségkutató, majdnem első hét az volt a címe, szlovákul, az én kedvenc dalom, valami Aha, ilyesmi. Ott csak a szlovák dalokat énekeltünk, semmilyen angol dal, és ott igenis döntős voltam, Uh, utána, utána ment az idő is, és uh, voltak, hiába voltak tehetségkutatók, már nem nagyon foglalkoztak a, a hangommal, hanem, hanem inkább a külsővel, a, a égszerekkel, hát az, az megmaradt, Igen. nyilván, uh, csak akkoriban akkoriban nem ez volt a fő, hogy milyen a hangom, hanem hanem külső. Mm. És az nem tetszett nekem. És uh, én akkor döntöttem el, hogy, uh, hogy én megpróbálom. Valami csinálni a külföldön, vagy Magyarországon, de nem ennyire céltudatosan mentem Magyarországra. Én az Ámbogzsi emlékkoncertre mentem, ahol elénekeltem egy dalt, mert a szünetben beszélgettünk. Az RP-val, RP vagyis az édesanyám, mert én nem beszéltem magyarul. De az hogy te akkor még egyáltalán nem beszéltem magyarul. És akkor, akkor ott elénekeltem első uh, dalt magyarul, itt Magyarországon, és Uh, utána RP az tény való mondta, hogy lesz Magyarországon egy új tehetségkutató, a Rising Star. Igen, mindjárt oda te voltál a főszerkesztő, és sokan a nem tudják, hát hogy én neked, neked köszönhetem azt, hogy, hogy az emberek megismerték engem. Á, hát azért nem csak nekem. Tehát, hogy de, igen, de, én is benne de, voltam, de voltál az én, az ember, aki, aki, akit láttam első. Köszönöm szépen. Igen, mert uh, én láttalak először, amikor a castingra eljöttél a Rising Starba, ahova egyébként az Ámbó Erpi kísérte, én arra is, is emlékszem. Jó. Ugye, ahogy mondtad is, te akkor még nem beszéltél magyarul. Uh, anyukám beszél magyarul, mert a Vágsein, ahol, ahol nőttem fel, ott uh, beszélnek magyarul is. A családban voltak olyan emberek, aki beszéltek magyarul, hogy megtanulta az anyukám is, de, de egész család szlovák. Az öcsém egyáltalán nem beszél a magyarul, a apukám se. Aha. És akkor Zámbó Jimmy dalait, amikor elkezdted hallgatni, nyilván nem értetted még. Nem, 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 nem egyáltalán nem. Mi a... fogott meg benne? Amikor én anyukámtól kértem fel, hogy uh, fordítson le a szöveget, mert én szeretném tudni, hogy miről mm. is van szó. Akkor lefordította a szövegét, de viszont a hang tetszett nekem, mert uh, magas hangon van, hál' nekem is és akkor meg tudtam mutatni, hogy, hogy én is mit tudok. De ahhoz, ahhoz nyilván, ahhoz, hogy át tudom adni valakinek a, a dalt, hogy átjusson hozzá a dal teljes mértékben, ahhoz meg kell értenem a szöveget. De amikor idejöttél a Rising Starba, ahogy mondtam is, ugye az Ambo kísért, meg aztán édesanyját kísért, aki segített fordítani. Egy mukkot nem beszéltél magyarul. Tehát magyar nyelven énekeltél, de egyáltalán nem tudtál magyarul. Nem érezted magad halálosan elveszve? Uh, de. <laughs> de, csak uh, valamilyen szinten éreztem azt, hogy, uh, hogy uh, azt megcsinálom, ami legjobban tudok, szóval elénekeltem a dalt, és ami lesz utána, az meglátjuk. Vagy, vagy fog tetszeni, vagy, vagy nem fog tetszeni, de egy dologban voltam biztos, hogy, hogy tehetségem megvan hozzá. Azért uh, mentem a castingre, hogyha én azt érezném, hogy, hogy nem vagyok tehetséges, vagy nem jó hangom van. Nincs az az Isten, hogy én, én emberek előtt énekelnék. Szóval biztos voltam abban, hogy hangom van. Hát és ez, és ez volt a, a, a pont, ami, ami, ami biztos volt. Az, hogy mi lesz, hogy elfogadják, nem fogadják el, azt nem tudtam. De nem volt, igazából nem volt veszítenivaló. Aha, nem volt veszítenivaló, nem úgy érzed? Nem, mert 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 mit tudok veszíteni? Max azt mondjátok, nem, és, és, és megyek haza, tovább élek kint az életemet. És az ott már nem volt opció, hogy Szlovákiában próbálj meg énekessé vagy sztárrá válni? De pont az, azt, mondtam is, hogy próbáltam. Próbáltam csak a castingon már a zsűritagoknak, vagyis nem is a zsűritagoknak, hanem a rendezőtől kezdve mindenkinek nem volt az fontos, hogy milyen hangom van, hanem kerestik rajtam valamilyen szinten sztorikat, Uh, mivel tudják megfogni az embereket. Én nem uh, szegény családból származom, sose, volt, uh, voltunk gazdagok, de nem voltam mi mm. szegénységben, erről nem tudják írni, uh, erről nem tudják sztorizni. Um, együtt élünk, a, éltem a szüleimmel, szóval, szóval nem, nem, volt semmi ilyen. Én csak a tehetség miatt mentem a, a ami sajnos nem mindig volt elég. Hát egyébként érdekes, hogy ezt mondod, és tényleg nem akarok én meg aztán végképp álszentnek tűnni, mert azért több tehetségkutatóban is dolgoztam, nem csak a Rising Star-ban. De való igaz, hogy most így beszélsz, meg beszélgetünk, a te Magyarországon az volt, hogy magyarul nem beszélve Zámbó Dzsimit énekelsz szinte tökéletes kiejtéssel, és rajongsz egy magyar énekesért, szlovák fiúként. Tehát valójában itt ez lett a sztorid, és ettől lettél érdekes Igen. a tehetséged mellett. A tehetségem mellett. Látottam, a Szlovákiában ez nem lehetett, mert mi, szlovák, hát, mert szlovák, őt... szlovákul énekel is. És... És jól el van. És akkor ott ez, ez akkor kevés a. volt. Ez nagyon az kevés, kevés, kevés volt. Igen. És más Igen. útját az érvényesülésnek nem láttad, csak azt, hogy tehetségkutatóba vagy tévéműsorba bekerülj el? Én akkoriban azt láttam, hogy az megy. Azt, azt láttam, hogy az emberek elmennek tehetségkutatóba, utána meg akinek, akinek több tehetsége van és, és akarata, akkor, akkor tunt, tud fent maradni és azzal foglalkozni, ami ami miatt ment a, a tehetségkutatóba. Szóval nem, nem, nem kerestem más. Nem kerestem más. Egy kicsit elszomorodtam akkor, amikor amikor csak úgy küldték haza, mert nem énekeltem rosszul. Nem hiszem, hogy ma jobban énekelek, mint tíz évvel ezelőtt. <laughs> hát uh, de azért csak jobban énekelsz, mert... Hát nem tudom. Hát, hát most ez uh, a tíz év rutinja, meg minden azért, az, az hozzáadódik, nem? A Rutin az, az igen, de a hang az nem változik, Aha. szerintem. Jó, nem, hát az mondjuk igen, szerintem. az adott. Persze képezni lehet. De jársz énektanárhoz? Nem, nem. Iskolában nem. Is jártam, iskalában, iskalában jártam de megmondom őszintén, nagyon jó tanáraim voltak, de én soha nem hallgattam rájuk. De miért nem? Soha. Azért, mert, mert én úgy akartam használni a hangomat, ahogy a, ahogyan, a szívem diktált. És ez halál komolyan mondom. Nem szeretem a technikákat. Én úgy, ahogyan, ahogyan születtem, ahogyan, ahogyan érzem, úgy elénekelek a dalat. És hála Istennek ez így működik két is fél órás koncerteket tudom adni simán, és nem vagyok elfáradva. És szóval... nem is megy el a hangod? Meg nem, nem, tudom. Tehát, nem. Vagy... nem, nem. Hát most mondjuk a hétvégén most, amióta jött ez az egész uh, sorozat, azóta 8-9 uh, bulikat csinálok, emellett Paszta két uh, élő buli van zenekarral, ami <coughs> másfél óra, majdnem kettő, mert mindig többet énekel. Persze. Uh, szóval, szóval hát ha nem... Nem, ha lenne, Rossz technikám, mert az is lehet megtanulni egy rossz technikát akkor, akkor nem biztos, hogy ezt bírnám. Még egy picit vissza a Rising Starra, meg, a, meg, a nyelvekre. Tehát azért ugye egy tévéműsorban rengeteg ember dolgozik, több száz stábtag van egy, egy élő show műsor kapcsán. Mm. Ők mind magyarul beszélnek nyilván egymással, meg, meg, meg próbálnak a szereplőkkel is, énekesekkel instruálni, stb. Ugyan ott volt az anyukád, és mindig segített, de ahogy kérdeztem is, és mondtad is, hogy elveszve érezted magad, egy kicsit azt kifejted nekem, hogy, 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 mi járt a fejedben akkor, amikor 150 ember karatyol körülötted, úgyhogy abból tényleg semmit nem értesz. Hogy nem volt benned az, hogy hogy nem tartottál attól, hogy vajon mit mondanak rólad, amit te nem tudsz, nem fogsz föl, vajon mit gondolnak, vagy hmm. ilyesmit. Tehát hogyan álltál ebbe az egészbe bele? Uh, amid, ameddig azt láttam, hogy mosolyognak rám, addig tudtam, hogy nincs baj. Vagy reméltem, hogy nincs baj. Uh, nyilvánvaló, az ember szereti tudni azt, hogy mi folyik körülötte, uh, de ezt elfogadtam, figyelj, én próbáltam, próbáltam mindig az elejétől kezdve beszélni magyarul. Abszolút igen. Én, én soha nem titkoltam, rosszabb, rosszabb mondtam, nem mi voltam. Nem, nem, nem értették, hogy, a, bocsánat, de... hogy az elején, az első néhány adásban, ugye az ördög Nóri volt a műsorvezető, meg a majka, de hogy, hogy neked, te, nem, te leírtad magadnak fonetikusan a választ arra a kérdésre, amit majd a Nóri kérdez tőled a dal a produkció után. Igen, igen, igen mi igen. meg megmondtuk a Nórinak, hogy nehogy más kérdezzél a Pétertől, mert ő úgyis azt fogja válaszolni, akármi a kérdés, amit, amit ő betanult előre. Tehát, hogy igen, de, nem... de, hiába tanultam, sosem mondtam azt, azt amit úgy kellett. Mondtad, igen. Uh, emlékszem, hogy a, szeretlek a Fire tudod, igen, a, igen. amikor felemelkedik a fal, és akkor, akkor tűz van mindenhol. Igen. ez, ez kellett mondanom, de hát a fire angolul már. De, 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 próbáltam, próbáltam. Nem volt, nem volt könnyű. Az megmondom őszintén, mindig, amikor interjúkat kellett csinálni, attól rettegtem. Azt, azt tudtam, hogy abban nem vagyok jól, mert, mert egyszerűen hiába tudnám választ, akkor se tudom azt mondani, amit szeretnék. Szóval ilyen szempontból nehéz volt, kis filmeket is nehéz volt csinálni, mert Hát őszinte leszek, a, a papírokból olvastam a válaszokat. A válaszokat igen. is, és a mondókát, hogy, hogy mi legyen, hogy legyen, mert, mert akkor nem tudtátok volna leforgatni a kis filmet. Aztán látod, eltelt x év, nem is tudom mennyi, mondjuk 8? 8-9 év, és tökéletesen, gyönyörűen, folyékonyan beszélgetünk magyarul. Hát az még messze van, de köszönöm szépen. Hát, Figyelj, én azt mondom, hogy aki akar megérteni, az az és aki, hát, aki meg nem, akkor. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha szeretném valamit, nem jelent semmit, de akarok, na, azzal lehet csodákat na csinálni. És te te akarsz, nem? Te, én te nagyon, ne, is. Te nagyon De én mindig is akartam. Én az elejétől kezdve én tudtam, amikor kapok lehetőséget, én, én százszerzelékosan, ezer százalékosan fogom teljesíteni. De ez, szerintem az emberek körülöttem is tudták, hogy nem félték engem berakni semmi műsorba, se utána, Uh, vagy, 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 dolgozni vele, mert tudták azt, hogy a végén egy jó dolog fog történni. És uh, ez szerintem egy jó jel. Abszolút, igen. Tehát, hogy te úgy is megcsinálod, és egy igen, egyébként igen, ez igen. teljesen... Az filmel is így volt, de hát ahhoz visszatérünk. Igen, 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 igen. És ez, egyébként ez honnan jön belőled ez az akarat? Tehát gyerekként is ilyen voltál, vagy, vagy miből fejlődött ez ki benned? Ez nehéz elmondani, nem tudom. Valahogy csak azt tudom, hogy, hogy ez ez az én utam, ezt szeretném csinálni, ebben vagyok jól. Uh, nem szeretném, bocsánat, elszni semmit. Szóval én, én csinálok minden úgy, hogy mindenki boldog legyen, mindenki elégedett legyen, és amikor látom az emberek arcán, hogy, hogy tetszik, amit csinálok, akkor akkor én nem nyugszom meg, hanem hát még jobban akarok csinálni. Szóval ez érdekes velem. Nehéz dolgozni a stúdióban, mert én képes vagyok 15 ször visszajönni egy szó miatt, ami nem tetszik. Aha. De hisz is? Uh, hisztizek akkor, amikor már nem akarják cserélni? Ja, 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 de még még. De nem még. hisztizek olyan szinten, de azért, azért látják rajtam, uh -huh. hogy hogy nem tetszik. De ő, viszont, ők viszont tudják azt, hogy azért jövök, mert akarok, hogy jó legyen. Akkor térjünk vissza a sorozatra. Ugye ezzel a csellel Igen. kipróbáltak átmentél azon a rostán. És aztán utána ott mi történt? Ugye rengeteg, tehát ugye dupla album született a sorozatból, tehát hogy ott nagyon sok dal van, új dalok is íródtak, meg nyilván a Jimmy-nek a korábbi slágereit is újra el kellett énekelned és előadnod, tehát ez, ez egy nagy munka lehetett. Kik és hogyan próbáltak téged jimmy A dalokban én nagyon vigyázok arra, hogy, hogy amikor felénekelem egy dal, akkor, akkor magyaros legyen. És főleg nem akartam az Ambo Jimmy akcentussal énekeljen a filmben. Hát igen, Az, szerintem az senkinek se lett volna nem. jó. És, és, ebben, ebben abszolút partner volt a Csicsák Norbert, de Jós Pisti és Moldvai Márk, akikkel dolgoztam ezen az egészen, Uh, én az elején azt hittem, hogy csak az Jimmy régi dalokat kell felénekelni uh -huh. a filmhez, mert uh, akárkiről csinálták filmet, Celine Dion vagy Whitney Houston soha nem énekelt, hát, uh, soha dalt. nem lehetett hallani uh -huh. benne az eredeti uh, előadót, hanem mindig a, valaki, akinek hasonló a hangszíne. Azt hittem, hogy ez az én feladatom. De amikor mondták, hogy 10-12 új dal uh -huh. uh, fog születni, vagy kell megcsinálni, Uh, megmondom őszintén, nagyon örültem. Azért, mert uh, ez meg, megint valami más, ez, ez Péter Srámekhez is köthető. Bizony, ezt akarom mondani, hogy az már nem Zámbó Jimmy Igen, dal, hanem Igen, az Péter Srámek Valahogy én már nem emlékszem, hogy tudtam, vagy nem tudtam, hogy te énekled, amikor elkezdtem nézni a, a, a Király című sorozatot, de mondom, de hogy de, sőt, nem tudtam. És ezért arra emlékszem, hogy amikor megfölcsendült ez a dal, akkor nekem frankon gondolkodnom kellett, hogy egy, ez tényleg nem a Jimmy-nek egy dala-e, amit még uh. nem hallottam soha, kettő, hogyha nem a jimmy -e, akkor ki énekli. Tehát olyan tökéletesre sikerült, de valahogy azért törekedni kellett neked arra is, nem, hogy megmaradjál te is benne. Tehát hogy ne csak egy klón legyél, mert annak nincs értelme. Annak egyáltalán nincs értelme. Azt próbálok is megmagyarázni az embereknek, aki a Zambó kettő, még az elején úgy hívták, vagy a kis Jimmy, hogy egyáltalán nem vagyok én a Jimmy. Nem is szeretném Zambó Jimmy lenni. Vannak dolgok, ami szimpatikusak, vannak mai napig, ami, ami rajta, ami horta. Nekem nagyon szimpatikus volt az elején azt is, hogy hogy a ékszereket szereti mert én is szerettem uh -huh. már akkoriban nem nyilván aranyból de <laughs> egy jobb isű mindig uh -huh. Örömet tudod okozni nekem amikor anyukám vette uh, és, és de én nem szeretném nekem nincs hosszú hajam nincs Érted? Az, hogy sportosan, elegánsan öltözök, öltözködök, azt az mindenki megteheti. De a hang az az, ami ami nem kellett nekem utánoznom. Uh -huh. Nekem ilyen a hangom. Igen, ez, ez, ez ilyen, is, ilyen, ilyen a hangom, szóval nekem nem kellett arra különösen készülni, hogy most Jimmy sen legyen elénekelve. Én elénekeltem de srámekesen, uh -huh. de azt, hogy az emberek benne hallják a jimmy mint mondjuk te is, akkor, akkor az sikerült azt, amit akarták elérni. Hát nagyon sikerült, és ugye nagyon be is jött. Tehát egyrészt, ahogy mondtam, kaptál fonogramdíjat Igen, ezekért, a dalokért. Na ez első külföldi ember vagyok, aki megkapta Tényleg? a Tényleg? fonogramdíjat. Na ennek nem is néztem utána. Hát akkor Bizony. még jobban gratulálok. Ja, köszönöm. Ez, erre nagyon büszke vagyok. Ez, megmondom őszintén, a több éven keresztül vágytam, vágytam a szakmai elismerésre. Nagyon. Mert úgy érezted, hogy nem ismerel a szakma? Aha. Miért? Nem tudom. Valahogy azt éreztem, hogy hiába körbejárom az egész országot, hiába csinálom lemezeket, hiába jönnek új dalok, forgatok lippeket, a szakmától nem éreztem azt, hogy, hogy ez valami extra lenne. De És mi most mi? Most... Az óka, mi lehetett? Nem tudom. Nem lehet, hogy a műfaj, amit képvisel? Lehet. Lehet, de minden műfajban vannak jók. Nem? Hát persze, hogy ne? De hát annak idején láttad a sorozatot, meg tudtad, Jimmy is ezzel küzdött az elején. I igen. Gyakorlatilag igen, igen, igen. figyere halmozott, de a szakma soha. Igazán őt soha nem ismerte el. Nem. De vár, várni kellett, várni kellett, és most még jobban örülök, mint mondjuk, hogy tíz évvel ezelőtt töröltem volna. Aha. Nem tudom, meg, megküzdöttem. Megküsz... Megküzdöttél. Igen. Sokat dolgoztam. De megérte. Látod, most ö, én büszkén mondom mindenhol is, amikor, amikor konfok csinálják a koncerteken vagy a fellépéseken, azért ne felejtsd mondani, hogy a fonogramdíjas. Na, oké, persze. Mert erre büszke eset, vagyok. Hát legyél is, és, de ez a szakma elismerése. Az. Hát viszont a másik elismerés? Még jó, hogy hoztál. E, ez pontosan így van. Az emberek, elismerdik a munkásságomat az elejétől kezdve. Az elejétől kezdve imádnak. Az elejétől. Én, én, én úgy éreztem, hogy az elejétől kezdve, oké, nem nyerted meg a Rising Star, de harmadik De én nyertem lettél, sokkal többet. De sokkal többet, mert mert imádtak az emberek. Így, így van. És az na, az, mai, mai napig érzem azt is. Mai napig uh, nem kevesebb, hanem sokkal-sokkal-sokkal több rajongón van. Hogy nem szálltál el? Hogy nem, nem lettél tím. nagyképű? Hát azért, mert mert mit érni kell azzal? Most komolyan, most ér, érted most ugyanúgy állok a sorban, az üzletben, sőt, még vannak olyan, akik mondják, hogy még hátrébb menjek, hogy hogy én csak egy kenyerek akarok venni, és elengedem. Szóval nekem nálam nincs az, hogy én most valaki más vagyok, vagy több, több, mint a, a másik ember. Nekem van egy munkám, ami, ami végzek, emellett szerencsés vagyok, mert imádom ezt csinálni, de, de attól függetlenül a, akármilyen munka ugyanolyan fontos, mint az enyém. Azt, hogy többen látják engem a tévében. Én akkor dolgozok, amikor az emberek pihennek. És akkor pihenek, amikor az emberek dolgoznak. Igen. Cserébe van, de, 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 ugyanaz. Ugyanazon a szinten vagyok. Nem vagyok semmivel több. Nem érzem semmivel különben különnek magam. És az a helyes. Szerintem azért vagyok ott most, ahol vagyok. Mert az szimpatikus az embereknek, hogy, hogy az övéjük vagyok. Hát igen, és láttam egyébként az Instán is, meg a Facebookon is, hogy az egyes felépések után, hát szerintem nem tudom, mennyi ideig, órákig szoktál fotózkodni, nem? A rajongókkal. Uh, hát, most én... nagyon bajban vagyok azért, mert mert túlvállaltam magam, és nem minden helyszínen van uh, időm fotózkodni velük, de akkor az megcsinálom, hogy mindig korábban jövök. Ja, és, és akkor, akkor előtt a fellépés lehet. előtt aha, csinálok aha. fotót. Igen, szóval látom, hogy te nagyon, nagyon az emberek között mozogsz valóban. A, de kell is, kell, mert a, a, az a legkisebb dolog, ami tudok adni nekik, hogy most megcsinálok bele egy képe, mert tudom, hogy akkor egy-két napon arról ar 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 lesz szó náluk is, és, és örülni fog is. Ha örömet tudtam okozni valakinek, hát a énekes, színész, ez, ez azért vagyunk, hogy, hogy az embereknek örömet okozzunk, szerintem. De legalább én úgy vagyok ezzel. Igen, ideális esetben ezért, ezért vannak a művészek. De azért az is hozzá tartozik szerintem ez az egészhez, és tényleg nem akarok kellemetlenkedni, de hát valószínűleg akkor jobban is keresel, mint, mint valaha életedben, nem? Tehát ennyi fellépés, meg ilyen sikerek mellett azért csak csörög a kassa. Figyelj, az elején azt hitték az emberek, hogy én jövök is, is jó szívvel elénekelem, és is, is megyek haza. Nyilvánvaló, hogy pénzt kaptam érte már az elején, Uh, de mindenki dolgozik azért, hogy, hogy legyen pénze, valamennyivel legyen könnyebb az élete. Uh, nem annyi pénzem van, hogy, hogy tudjam élni. Én a COVID alatt se panaszkodtam sehol, hogy, hogy most nem tudom, pedig csak pár éve voltam a szakmában. Uh, én mindig félretettem a pénzt. Mindig uh, sikerült nekem megvenni a saját házamat 27 évesen. Szerintem is. És vannak olyan emberek, aki elbuliznak az összes pénzét, talán egy éjszaka alatt. alatt. Uh, én, én nem. Persze, hogy uh, keresek, keresek, jobban keresek, nyilvánvaló, hogy keresek, de attól függetlenül nem uh, küldöm többet. Én, én vigyázok arra, mert nem tudom, hogy durkán, mi lesz. De ez, de nyilván inkább csak a hozzáállásodra vagyok kíváncsi a pénzhez, de ezt most te is mondtál. Szóval, vigy hogy... vigy vigy vigyázok a pénzemre. Vigyázok. A, a szeretem a családomnak, a, örömet okozni, így is, úgy is, ha, ha valamit, valami kell, akkor megveszem, vagy szeretem jókat tenni Mondjuk a kajára nem sajnálom a pénzt. Hát, vagy a ruhákra. Uh -huh. a, az nem, mert azt tudom, hogy ez megint valamilyen pluszt ad nekem a színpadon, mert nem mehetek uh, rövid gatyában, mint a kertben kapálok, és akkor felmegyek a színpadra, is elénekelek uh, bukott diákot, ja, vagy, hát úgy... vagy a jövővelemet uh, Nem szabad, kell felültözni, kell, kell, uh, és adni magam magamra, mert, mert az emberek engem fogják nézni a színpadon. A stílusodat magad alakítod? Tehát Abszolút. most, ahogy jöttél, például ez a két váldi, ez, a, ez egyébként egyszerű fekete zakon, Abszolút. ez nyilván annyira földobja. Ez a te ötleted volt, hogy akkor ezeket rakjuk? A menedzserem ötlete volt. Igen? Igen. A menedzserem ötlete volt. Uh, én szeretem különleges dolgokat, szeretem egy kicsit uh, hogy, hogy, az emberek tudjanak belekóstolni abban, hogy, hogy ez miért van rajta, és ez, 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 tök jól néz ki, ilyen még nem láttam. Én szeretem, amikor egy kicsi extravagánsabb vagyok, a színpadon. A színpadon. A hétköznapokban ugyan én is rövid elmegyek, vagy a, vagy a Szóval, de a színpad az nálam szent hely valamilyen szinten. Az, az a színpadon én vagyok azt, aki, aki, akire, az emberek figyelnek, aki, aki miatt jönnek a koncertre. E, legyen nem csak a, a hang és a tehetség, hanem, hanem valahogyan nézem is ki. Hát egyetértek. Egyébként a menedzsered, aki mi, mióta dolgozol most vele? Hát lassan két éve. Lassan ez. két éve, igen. És ahogy látom, szintén csak az Instán Insta meg a Facebookon, hogy elég intenzív a kapcsolatotok, tehát hogy sok időt is töltesz vele, meg hallgatsz is rá nagyon. Abszolút, mert uh, én na, mindig hiányoltam azt, hogy legyen egy olyan ember mellettem, aki, aki, aki tud irányítani valamilyen szinten, mert én nem tudnám uh, foglalkozni mindennel körülöttem, a, a, nem tudnám foglalkozni a megrendelőkkel, a, a utazás, én nem, vezetek én, de, de amikor fellépésre megyek, én, nem, én nem, nem, nem vezetek. Szóval mindig valaki más vezet, mindig valaki más intézi a dolgokat. Uh, van nekem elég <suk> sok bajom foglalkozni azzal, hogy uh, csináljam a dolgomat úgy, ahogyan kell, és ez uh, könnyebb. Így valamennyivel valami, uh, könnyebb azt, hogy van egy ember, aki ezt, ezt a tehert elviszi. Mert me megosztjuk a munkákat. Uh -huh. az, ez tök, tök jó. És csak velem uh, foglalkozik, szóval nincs még egy embere, hogy Vagy most még tíz. még, még tíz. Az, az a jó, hogy uh, ha van a menedzser egy embernek, akkor az a menedzser az életét, hogy adjon a... Igen, Érted, kezében, mert akkor, be, hogy igen, akkor működik az egész dolog. Szerintem. Nekem, nekem, nekem kellett. És milyenben vagy mozzámbójékkal? Figyelj, el vagyunk. Uh, el vagyunk. Um... Csak azért, hogy értsék, mert ez egy állandóan hullámzó kapcsolatnak tűnik, távolról nézve legalábbis. Tehát hol jobban vagy közelről is. Hol nem. Hol beszól az egyik őtök a másiknak, hol az Ámbó Krisztián neked, hol te, hol az Ámbó Árpi, ide-oda Amoda, aztán kibékültek, aztán megint a nyilvánosság előtt összevesztek. Szóval, hogy ez mi ez a kapcsolat? Hogyan jellemeznéd? Uh... Erre nehéz válaszolni. Figyelj, az elején te nagyon tudod, hogy segítették nekem, és én hálásan köszönöm nekik mindig, ahol, ahol csak van lehetőségre. Uh, figyelj, én teszem a dolgomat, én nem foglalkozok semmivel és senkivel. Néha ők azt érzik, hogy én a koronát akarok elvinni a Zámbo és a Zámbo akarok lenni, és, és nem vagyok eléggé hálás uh, a Zámbo de hát könyörgöm, ha ha én nem dolgoznék annyit, amennyi dolgozok, és nem lenne tehetségem, én énekelhetném zámbodzsimi dalokat reggeltől estig, és kutya se lenne kíváncsi rám. És emellett nekem megjelent négy lemezen, a saját dalokkal. Dolgoztam Derusza az nagyon sikeres dal, ez a madarak szállnak, én imádom. És a, egyszerűen, egyszerűen a, én nem adtam egy zámbodzsimi lemez most de ez, az se zámbodzsimi lemez, mert benne mert van benne, igen, dupla. az én igen. lemezem, és a zámbodzsimi lemez dalok. is. Igen. A dalok. Szóval én, én nem szeretném a zámbodzsimi helyére kerülni. Egyáltalán nem a zámbodzsimi volt, van és lesz mindig. Én nem, én nem szeretném az lenni. Péntes rámeként próbálok élni. Azt, hogy a zámbodzsimi dalokat énekelek, is, az bárki megteheti. Bárki, a, a, a pistike a, a, a kis falukból. Elénekelheti az Jimmy dalat. De nem biztos, hogy ahogyan én most csinálok, a teletházas koncerteket ö, fog adni. Igen. Ez azért van, mert mert valamiért az embereket ö, az emberek elfogadták azt, amit csinálok, és, és egyáltalán ö, nem koppintásként néznek rám. Vagyis azok az emberek, akik jönnek a, a koncertemre, ők ö, Péter Sremekkel kíváncsiak és, és azt akarják látni, ami, ami, ami innen jön ki, azt akarják hallani. És ez, ez, ez az, ami nem tudják ők megérteni a zámbóék. Igazából egyik se. Egyik se. Kivétel nélkül. Azért, azért vannak ezek a félreértések. Én, amikor megjelenik valamilyen report velem, én biztos vagyok abban, hogy vagy aznap, vagy másnap valaki felhív az ámbó családból, vagy, vagy kijön egy videó, vagy kijön egy kép, kijön egy poszt, és már igazából várom azt, hogy, hogy megint megy a támadás. Csak az a baj, hogy nem vették észre, hogy 99,9 ember, közönség mellettem van. Hogy őket valami szinte támadják, pedig, pedig szerintem, ha, ha normálisan megbeszélnénk a dolgokat, akkor, akkor tök jól működne ez, a, ez az egész dolog, mert, az ő testvérükről van szó, és a, és a, a apjukról, de, de, nem ez van. Nem ez van. Valamilyen szinten azt hiszik, hogy támadással többet elérnek, de, de az tévedés. Én nem fogom őket soha az életemben sehol támadni, soha nem fogom róluk csúnyan beszélni, mert nincs miért. Én nem foglalkozok az ő életükkel, szerintem ők se foglalkoznak az én életemmel. Én tiszteletben tartom a Zambodzsimi, tiszteletben tartom a, a a, az ő munkásságát, és én csak azt csinálom, ami a közönség tőlem akar. És ha ezt akarják, akkor én ezt tiszta szívből megteszem és csinálom. Ennyi. Én szerintem teljesen érthető volt, amit amit elmondtál. Tehát, hogy igen, bárki énekelhet Zámbó Jimmy dalokat, tehát ott a lehetőség, de nyilván önmagában az, hogyha mondjuk én elkezdenék <laughs> Zambócsi mit énekelni, abból azt hiszem, hogy nem volna örjöngő siker, tehát hogy ehhez az nem. is kell, hogy te is hozzá tud tenni a magad tehetségét, és azt a rengeteg munkát, amit most abszolút, itt végig Abszolút, mert ö, ez más máshogyan nem, nem működne. Én nem, nem tudom ezt megmagyarázni. Egyszerűen néha, né, néha nekem is megáll az eszem, hogy most, most akkor mit csináljuk? Mert akármit teszek, akkor, akkor az, az, az nem jó az ő a közönség viszont imád. Minden, minden dalt imádja, a, 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 ahogyan eladom a dalokat. Néha ki se a kocsiból, már, már kiabálják, hogy lesz, lesz Jimmy, mondom, lesz Jimmy. <laughs> és most amire büszke vagyok, az az, hogy most kiabálják azt, hogy, hogy a, saját dalomat akarják hallani. Hát és amikor egyik, nem én, a, egyik dalat nem énekelek, miért nem énekeltem, itt tudom, én a részegen a legjózanabb, <laughs> mondjuk. Érted? Szóval, szóval az, a ez az, ami idővel is. az Igen. megy, hogy... hogy a, az már a te dalod, az a tiéd. Az már az, már az indalom, és a Zámbó Jimmy, egy valami szép bonusz. Ez egy, egy bónusz, ami az emberek elvárják, meg is kapják, de de nem a Zámbó Jimmy, kifejezetten Zámbó Jimmy dalokkal én érkezek, és nem csinálok Zámbó Jimmy show, hanem a mellett, amikor én csinálok a Strámek show, énekelek a Zámbó dalokat is. Uh -huh. És az nagy különbség. Hát igen, Péter Sramek megérkezett közénk, itt van, és berobbant most már aztán tényleg rengeteg munka árán, ahogy ezt hallottuk is. Én csak gratulálni tudok neked, és amúgy nagyon büszke vagyok rá tényleg, hiszen az első pillanattól egyébként, ahogy mondtad is, ott voltam, és figyellek tovább, és büszkén figyellek Köszönöm Köszönöm szépen, Tomi, én is gratulálok neked, remekül éreztem magam itt nálunk. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt szépen. voltál. 98.6 Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.